az idő rövidsége miatt tényleg nagyon gyorsan történtek az események. Mindenképpen szerettem volna játszani, mindenképpen a váltott segítségre szerettem volna lenni, és hát a Fradi is megkeresett, és hát tetszett az általa felvázott tervek, egy ambíciózus klub, aki most a európai parondra is kilépett, én pedig úgy éreztem, hogy ennek tudnék a segítségére lenni, hogy ebben minél jobb eredményt érjen el a klub, úgyhogy tényleg nagyon rövid időn belül meg is egyeztünk. Való igaz, hogy volt sok megkeresés külföldről is, de mivel az időrövidsége miatt nem is tudtam volna külföldre igazolni a családom miatt, mert a család az első tényleg az én életemben, ezért mindenképpen Magyarországon belül váltás volt csak képben, és onnantól fogva pedig a Ferencváros volt az egyértelmű választás. Nyilván a tapasztalatommal, meglátásommal szeretnék segíteni a fiataloknak a csapatban. Nyilván lejátszottunk pár szezont már a Zsolti is, meg én is a Bajnokok Ligájában, meg a válogatottban is, úgyhogy ha tudok segíteni a fiataloknak, akkor nagyon szívesen. Én nyitott vagyok rá, remélem, hogy ők is, de természetesen nem csak egy mentornak jöttem ide, hanem szeretnék jó teljesítmény nyújtani és játszani is. Egyáltalán nem levezetni jöttem én. Nekem az egyértelmű célom az, hogy minél jobb teljesítmény nyújtsak a Fradiban, minél jobb eredményt érjünk el, ezáltal jó formában leszek és a válogatottban is jó formát tudok nyújtani, és kijussunk a párizsi olimpiára, úgyhogy egyáltalán nem levezetés a cél. Én azt gondolom, hogy az elmúlt szezonban is, amikor lehetőséget kaptam tavasszal, megmutattam, hogy a legmagasabb szinten is még helyt tudok állni, most is ugyanez a célom. Gyorsan kellett dönteni, és nagyon örülök, hogy az elmúlt 15 év, hát vitathatatlanul legjobb magyar irányítója a Ferencvárosban folytatja a pályafutását. Azzal együtt, hogy a Máté a magyar válogatott első számú irányítója, azt gondolom, hogy a fiatal tehetségeink fejlődésében is rengeteget fog segíteni azzal a hatalmas tapasztalattal, illetve győzni akarással, amivel rendelkezik. És az a nemzetközi tapasztalat, amit a Bajnokok Ligájában, illetve a nemzetközi porondon megszerzett magának, azt itt is kamatoztatni fogja a Ferencvárosban, és azokat a célokat, amiket kitűztünk magunknak, mind a magyar bajnokságban, mind pedig a nemzetközi porondon, azzal elérjük a céljainkat.